Szevasztok, Tokyo vagyok, Minecraft-hozni fogunk. Minecraft-hozni fogunk, hogy első nem volt érhető, lehet, hogy túl elhadartam. Szóval Minecraft-hozni fogunk PC-n, és abból is a hetedik rész következik. Aki nem látta a kö többi részt, az uh, tudom, annak tudom ajánlani a lejátszási listát, és akkor uh, ott meg tudja nézni az összes részt konkrétan, amit eddig is csináltam. Elsőnek is kipakolunk a karakterünkből, mert kitanáltam már egy kis építkezősű részt, konkrétan. Egy izét fogunk építeni, nagyon ö, izgalmas izét. Direkt nem mondom, hogy mi lesz az, mert majd rájöztök. szerintem. Így legalább ö, nézzétek, hogyha akarjátok. Egy pofon és már is átpakoltunk mindent, úgyhogy ö, kezdjük is el az izének a terület keresését, hogy hova is férnénk el. Hát itt túl sok a fa meg az erről, ide nem akarok. Nem akarok írtani mert én az az erdő lakom, ez nekem nagyon jó viszont hát oda fentre á, nem tudom, nem tudom hova kellene építeni, erre szűk, ez a megfelelő hely szerintem úgyhogy ö, ide fogunk építeni egy izét a tengerre, legyen tenger, jó tök mindegy, hogy minek hívjuk, lehet egy kis Tisza is vagy Balaton mondjuk a Tisza az folyóra, mindegy, szóval ne is menjünk ebbe bele szóval ide fogunk építeni a tengerre egy izét, elsőnek is csinálunk egy ilyen kettes bemenők és dolgot, hír szerűséget, kicsit felturbozzuk a tempót, mert az idén nem leszünk kész. Látjátok, milyen pró vagyok. Egyébként nem kreatívba toljuk, hanem ö, simán túlélőbe. Próbálkozunk, próbálkozunk. Kisebb nagyobb sikerrel. Nem tudom, hogy meddig jöjjünk be itt a tengerre. Szerintem kifogytunk kőből. Bocsai, egy kicsit túl gyorsnak tűnik, de higgyétek el nekem, hogy a ti érdeketekben van felgyorsítva, már az eső is esni. Mert nem vagyok valami profi, jön egy zombi. Gyorsan kinyírjuk. Szóval nem vagyok valami profi építkezésben, amit látjátok, bénázunk is elég sokat. Mindegy. Kreatívval lehet könnyebb lenne, megint kifogyott a kő. És gyorsan, gyorsan, nem fogom az egész videót pörgetve csinálni, de azért itt az alapokat szerintem minimum jó lenne. Egyébként azért tanáltam, hogy valamit építeni kellene, mert rengeteg zúzott kövem van, és nem akarnám elpocsékolni. Úgyhogy úgy gondoltam, hogy ebben a videóban építkezni fogunk, pocsékoljuk el a zúzott követ. Mint jó, hogy mondtam, hogy nem akarom elpocsékolni, de elpocsékoljuk, még pedig egy építményre. Megint sikerült mellé pakolna a cuccot. Nem tudom egyébként, hogy mekkora lenne az ideális, mert ezért egy pár pak 64-es csomagot elhasználtunk, nem tudunk felugrani, nagyszerű. Futás, 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 és vége a gyorsításnak. Na nézzük, hogy néz ez ki. Bejövünk itt a hídon, és van itt egy nagy placunk. Csodálatos. Azt jól elszúrtuk, nem baj, kiavítjuk. Nem probléma. Oha. Mi lett azzal a kővel, hogy csak egy blokk lett. Na látjátok, ez ilyen lassan ment volna, hogyha nem gyorsítok a tempón. Azért az elég durva szerintem jobb ez így, hogy gyorsítunk, mert ilyen lassan tököltünk most sőt, sőt, lassabban. <laughs> Mindegy, nem is az a lényeg, úgyse azért nézitek, szerintem, hogy a bénaságomat lássátok. Azaz, azaz, majd azokat a blokkokat kiütöm. Egyelőre próbáljuk. Ej, de prók vagyunk, srácok. Biztos van gyorsabb módja az építkezésnek, de én sajnos azt nem ismerem. Én ilyen kis nub vagyok, nem tudom egyébként mekkora legyen az alapterület egyenlőre, szerintem így marad, jó kiütöttük ezt a két bloknyi cuccot, hát nem tudom, építsünk ide egy ilyen falszerűséget. így még egy blokknyival nagyobb a terület megint elfogyottak ő. Eszi a követ, ez az építményem. Ugye az előző részben megszereztük a gyémáncetet, ha valaki kíváncsi rá, akkor nyugodtan tudja megkeresni a csatornámon a Minecraft lejátszási listát, és akkor abba benne lesz. Viszont ez még nekem itt keskenynek tűnik, Húzzá már innen hülyek ő. Ha már itt vagyunk, akkor vágjuk ki mindent. Ami nem kell. Ha már itt vagyunk, akkor folytassuk ezt az órát. Ez az oldal, mintha hosszabb lenne. Na mindegy, egyenlőre. Húzzuk, 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 húzzuk. Hoppá. Ennyi, amikor próbálok gyorsan. Hoppá, sikerült is leesni. Visszarepülünk egy háromszoros gyorsasággal. Kivítsük azt a kettőt, és már itt is vagyunk. Gyorsan meggyors... Gyorsan meggyorsítjuk. <laughs> és így végigépítjük, hát ez eddig csodálatos. Nagyjából hova kellene építeni a elzáró részt, valahogy így. Opa. Hát igen, a profizmus kérlek alásan, a profizmus itt mutatkozik meg. Nagy csodára ne várjatok egyébként, mert nem vagyok olyan nagy csoda művész építész. És ez egy jól is, nem is nem is hozzá semmit. Szóval nem vagyok egy csoda művész építész. Egyenlőre ez itt egy kis helyiségnek tűnik nektek, és nekem is nyilván. Hát, is ki ezt a követ. Az úgy jó. És azt mondja, hogy a másodikat ezt a követ. És akkor egy elvileg szimmetrikus a dolog. Csodálatosak vagyunk. Felhívunk ide a tetejére. Ez mind ugye túlélőbe van. Úgyhogy minden követ, amit szereztem, azt túlélőbe szereztem. Nincs semmi kreatív a dologban. Egyenlőre. Sőt, nem is terveztem kreatívot, mert minek. Lehet egyébként gondolkodtam rajta, vagyis hát gondolkodtam olyan sorozaton, hogy építkezéses kreatívos sorozat, és akkor pff, mit tudom én, Kitalálok valamit, megépítem, és akkor következő videóban viszont itt találjátok ki, hogy mi legyen a következő, amit meg kellene építeni. Ha szerintetek jó ötlet, mindenképpen kommentbe jelezétek, bár aki eljutott ehhez el a részhez a videónak. És akkor nyilván a tudásom szerint a legjobban fogom megépíteni azt a dolgot, amit ti kitaláltok. Kisebb-nagyobb lelkesedéssel nyilván. <laughs> hogy lenne az jó nekünk, hogy jó legyen mindenkinek. Csúdió. Lehet, hogy túl magas lesz, basszus, mindegy, egyenlőre ez így jó, szerintem, és van nálunk fehér kő is, droid, android. És ez lesz a felső része az építményünknek, ha nem esünk le, nem ártana, ha nem esnénk le, Sora jó. Amúgy Diorit, nem droid, de én droidnak hívom, még mielőtt valaki kötekenne. Ez így jó lesz. Hát ide rakjunk egy ilyet. Jézusom, nem férte le tőlem a kő. <laughs> az élek durva. Hát ez a kereskedő meg mit a vízbe. Őt ugye, hogy találnak ezek meg amúgy most komolyan? Nagyon durva. Azt mondja, hogy így jó. a droidot rakjuk. Tudom, hogy nem az. Ne egyetek, ne egyetek, nézzétek be inkább. Csodálatos, csodálatos lett, Tyupi. Ez egy csodálatos dolog, amit építettél ide nekünk. És mindjárt megnézzük majd belülről, csak ezt kiütjük. Használhatnám, egyébként a szám kombinációkat is, de jó az így. Kicsit sötétnek tűnik, úgyhogy befákjázzuk. Kettőt oda, kettőt ide. Öröm boldogság, hát ez egy csodálat, csodálat eddig, ami történt velünk, ezt kiütjük, mert nem tetszik, hogy ott van. Azt is, és akkor is szimmetrikusan. Nyilván sokan kitanáltátok, hogy ez egy csodálatos ház lesz. vagy hát ház lett, vagy valami olyasmi. Úgyhogy ennyi. Van neki két-három ablakja, van neki egy ajtónyílása, és most vissza sprintelünk a házunkba. Kell esőnek is, üvegnek való homok egy üvegnek való homok. Ki tudja, hogy mi lesz itt amúgy? Mi ez az izé, amit építünk? Nyilván egy ház az addig oké, okay. de mi a, mi a többi terv? Nyugodtan lehet jönni, kommentelni. Bár mondjuk nem élő. <laughs> szóval kommentet lehet írni, és akkor majd én elolvasom. Nem fogom előni a poént. Majd esetleg a második részben, vagy hát összesen a nyolcadik rész, de az izének az építésének a második részében, majd azért lelőjük a poént. Ha! Addig kitaláljátok, hogy mi az. És hogy mi lesz az építménynek a jellege. Vagy, hogy értitek. Na, ne is ragozzuk, tovább itt a szót. Megszereztünk elvileg mindent, vagyis hát kraftoltunk mindent, van most már üvegünk is, csodálatos. És elvileg hoztunk mi ajtót, hat darabot. Ez most nem kell, úgy van. És akkor szépen behelyezünk az ajtót, viszont úgy kéne, hogy kívülről legyen. Úgy, így, így gondoltam. Viszont ez olyan pucér ez itt nekem. Úgyhogy ide az ajtó mellé ütünk még két ablaknak való dolgot. Egy ablak, még egy ablak. És akkor egy tökvilágos kis házikonk lett szerintem. Úgy nagyjából. Kicsit turbózzunk, mert ez itt nekem nem tetszik. Ha már megcsináltam. Felrakjuk kerítéssel. Mert ez menő. Nem tudom. Hát két sor az magán ha nem jó. Egyen se lehet kiugrani. Úgyhogy kettő sor. Vagy fölösleges, egy sor lesz. Hoppá! Direkt van ez is gyorsítva egyébként, mert tényleg ö, sokat tökölök vele, nem vagyok valami profi építész. Én meg nem akarom rabolni senki idejét. Hoppá! Úgyhogy azért is van, ha jól emlékszem, háromszoros gyorsaság ez, srácok. Na, még van hat ilyen kerítésünk, viszont van egy csomó ilyen zúzott kövünk, lehet szélesíteni a, az alaprajzot. Maga gyönyör. Elfogytunk már követ. Hát, szerintem ez így jó. Ez a rész megvan, van világítás, van ablakunk, van ilyen kerítésszerűségünk, szerintem első részben teljesen jók vagyunk. Vagy a hetedik résznek az első része, értsétek jól. Ezt a rothat húst, rohadt húst szépen belarakjuk a ládikánkba, mert nekem nem kell. Biztos jó lesz majd valamire, még nem találtam ki, hogy mire. 23 üveg viszont elkészült, így már van 29 örömboldogság. Köveket szépen lepakolásszuk. Vagy mi a franc, ezt a húst lepakolászunk, sóder, andezit, zúzott kő, ez még majd fog kelleni. Egyenlőre, így van. Na hát én ennyit terveztem volna már a srácok így első ránézésre. Az építményünket elkezdtük építeni, lesz majd még vagy két-három rész szerint, amikor folytatni fogom. Nem tudom, írjátok meg, legyetek szívesek kommentben, hogy így az egészet folytassam, vagy csak így vágjam bele, hogy már készen van valami, vagy nincs kész, ilyen részletekre gondolok mindenképpen várom a visszajelzést. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok velem, iratkozzatok fel, nem vagytok még tyupisták, egy lájkot elfogadok, Discord, Facebook csoport link lent a leírásba, legyetek jók, szevasztok!